Sziasztok, srácok! A múlt heti számomra meglepő Yamaha nem tervezett tesztmotorozás után végre azon a motoron fogunk ülni néhány percen belül, amiért mentem aznap motorozni. De még mielőtt tovább mennénk, most már elég régen volt nekem egy leleplező videóm. Ebben a videóban lelepleztem nektek a másik csatornámat, amit x éven keresztül egészen 2015 óta titkoltam előletek, úgyhogy jobb felül kártya, van záróképernyő, leírásban link, rögzített kommentben link, el tudtok jutni ez a videóhoz, onnan pedig a másik csatornámra. Ha érdekel az a fajta content, akkor iratkozzatok fel, nem fogtok lemaradni semmi tartalomról, ami hozzám köthető, de ennyit a promóról. Az pedig a Z900-as, és hogy miért? Amikor terveztem, hogy lecserélem az 500-ast, akkor nyilván mindenféle márkából elkezdtem nézni a motorokat. Nézegettem a Kawasaki-kat is. Ugye nagyjából ugyanaz, mint az autónál, amikor vettem új autót, hogy négyhengeres legyen, szívó. Nekem a motornál az, hogy sor 4 legyen. Nagyon szeretnék egy sor 4-es motort, és ugye ez a Kawasaki, ez wow, micsoda, ez egy sor 4-es motor. És ez a Z900, ez 948 köbcenti, amire azért már erősen lehetne szerintem felfelé kerekíteni 1000 köbcentire, és 100 plusz lóerő, vagyis egészen pontosan 125 lóerő, úgyhogy kibaszottul kíváncsi voltam, hogy mit tud ez a motor a CB1000R után, amivel még 2019-ben volt szerencsém menni. Arról is csináltam egyébként ilyen hasonló videót. Felültem a motorra, ugye elkezdtünk motorozni, és a legfurcsább az egészben nekem az volt, 2 méter vagyok, majdnem 194 centi, ha nem nőttem az elmúlt néhány évben. Az volt a legfurább, hogy rövid a motor. Nagyon-nagyon közel volt, lehet ezt a videóból is látjátok, nagyon-nagyon közel volt a kormány, az egész műszeregység, nem lógott ki semennyire a lámpa. Ilyen magas létemre, hogy furcsálom, hogy egy ilyen nagyon kis zömök kis valami van a tököm alatt. Megnéztem a CB650R-t, és valóban hosszabb egyébként neki a teljes hossza, talán még a tengelytáv is. Furcsa volt, hogy ilyen pici, viszont nagyon kezes bárány volt. Iszonyatosan rohadtul nagyon ment. Nem tudtam egyszerűen az útra átvinni azt a nyomatékot, mit le tudott adni a hátsó kerék, folyamatosan elpörgött a kerék. Ez tipik egy olyan motor, hogy lehet vele lassan menni, de annyira nem jó. Viszont ha ökörködni akarsz vele, akkor nagyon könnyen meg lehet halni, de lehet vele úgy ökörködni, hogy odafigyelsz, lehet úgy menni vele, hogy még az úton tudod tartani. Nem pörög ki a kerék, meg át tudod adni a nyomatékot, nem emeli az elejét. Előztem vele, kicsit lemaradtunk az egyik kereszteződésnél. Azért lehet vele tényleg haladni, lehet vele menni. Gyönyörű, szép hangja van, csodálatos. Nagyon nem emlékszem, milyen volt a CB1000R, de nem hagyott benne milyen mély nyomot. Az a hang, ez a, nem tudom, ez a zene, ami kijött ebből a kipufogóból, valami gyönyörű, szép volt, amikor mentem el az autók mellett. Mikor előztem nagy fordulatnál, tetszett. Tényleg tetszett. Persze nyilván az ára is 4 millió forint felett van. Nézzük meg a First Ride-ot. Ha tetszett a videó, akkor mindenképpen nyomjatok egy lájkot. Írjátok le a véleményeteket kommentben, ha még nem tettétek volna, iratkozzatok fel. Iratkozzatok fel a másik csatornámra is, nézzétek meg, mivel foglalkozom ott. Kövessetek be Instagramon, én HH voltam, sziasztok!
you fucking blood.